A jó idő beköszöntével minden évben előkerülnek a lapátok, gerebjék és más kerti eszközök. Idén sincs ez másképp, sőt a saját akaratból, elővigyázatosságból vagy muszájból négy fal közé szorított emberek közül is egyre többen menekülnek ki a kertbe a családi házak esetében. Mondhatni divatba hozta a kertészkedést a koronavírus járvány, ettől függetlenül országszerte a kertészetek is csökkenő keresletről számolnak be. Ez a nyíregyházi áruház még a szerencsésebbek közé is tartozik, mert bár döcögősen indult számukra a március, és a járványhelyzet elején kevesebb vásárlójuk volt, azóta megindult a forgalom, és nagyjából tudják hozni az egy évvel ezelőtti szintet. A nyitvatartást érintő korlátozás alól ugyanakkor a kertészetek sem jelentenek kivételt, vagyis korábban be kell zárniuk. Viszont nekünk annyi szerencsénk van, mivel hogy viszonylag nyitott térben vagyunk, hogy a nyugdíjasokra való korlátozás az nálunk ez nem igazán fontos, így bármikor, bármilyen korosztály látogathatja az árudánkat. Az óvintézkedéseket persze mi is próbáljuk figyelembe venni, ugye itt a szociális helységek, kasszapult, illetve a bevásárló kocsiknak a fertőtlenítését tudjuk megoldani, ezekkel tudunk esetleg a vírus ellen védekezni. Mivel most sok olyan ember is a kertben serénkedik, és ásót, locsolókannát ragad, aki korábban ezt nem tette, az áruház vásárlóinak összetétele is kicsit megváltozott az elmúlt hetekben. Inkább az a jellemző most, hogy főleg az ilyen közép korosztály, tehát a 30-as és mondjuk a 40-es évek között lévők, akik úgymond vagy home office-ban dolgoznak, vagy valamilyen egyéb indok miatt több a szabad idejük, ezáltal úgy vannak vele, hogy többet vannak otthon, próbálják a kertjüket is szebbé tenni. Így ez a korosztály, aki úgy látványosan többen járnak be vásárolni. Azért a nyugdíjasok is eljönnek, ugye mindenféle otthoni kis szükségletüket, virágföldet, vetőmagokat, vagy ami éppen a mindennapjaikhoz a későbbiekben fontos, azokat azért szokták vásárolni. Vannak azért, akik családosan jönnek, de nagy többség azért megpróbálják betartani, hogy egy, maximum kettő ember jöjjön el egy családból. A dísznövényágazat és a virágkereskedők már nincsenek ilyen jó helyzetben. Nem ritka, hogy a növények jelentős részét meg kell semmisíteniük, ugyanis egyszerűen nincs kinek eladni, az árak pedig sok helyen töredékükre estek vissza. A Magyar Nemzet cikke szerint a mérsékelt kereslet hatására az éves árbevétel 60-70%-át bukhatják el a termelők és a kereskedők.